A Bódvavölgyi és Érchegységi Kulturális Központ 11. alkalommal rendezte meg a térség legnagyobb farsangi attrakciójának számító népviseletes bált, aminek már az előkészületei is látványosak voltak. Itt nyugszik egy finom horda, disznótorma verték orba, legszebb korba hult a porba. Egészségükre! Az Ilosvai ház udvarán, miután elsiratták a két jó hízót, minden alapanyag meglett ahhoz, hogy a vendégsereg jól érezze magát. Mert ugye, ahol zenét adnak, adjanak hozzá enni meg innivalót is, tartja a helyi mondás. A bált ezúttal Perényben rendezték, ahová mintegy 200 bálozó elsősorban a történelmi Abaúj és Gömör területéről érkezett, de sokan több száz kilométert is megtettek az egyedi szórakozás e formája miatt. A bálban a zenét hagyományosan a salgótarjáni dűvő szolgáltatta, és gyönyörű Zsiga, bálgazda is 11-szer vezette a bál menetét. Egy igazi szeretet mindig köztünk legy. Kedves vendégeink, mélyen tisztelt, viseletes bál szentelő, viseletes bálra összegyűlt vendégsereg. Ezen elért kedves és becses napon kérem és kívánom a mindenki egyenlítő gondviselést, ami jó atyánkat és Istenünket, hogy az öreg és apró szentek felettük van örködését Isten őszent felsége úgy alkalmazza, hogy a kegyelmük lelki subája beneporosodjék, ártatlanságunknak ködmene megnázzék, hanem irgalmatlanul kitulipánoztassék. Ez tényleg egy kuriózum, ami itt van már sok embernek azóta ennek a mintájára eszükbe jutott. Talán egyet-kettőt el is kezdtek, de nem ilyen hosszan, ilyen folyamatosan nem. A 11 év alatt ez a harmadik helyszíne a bálnak. Szepsi és Bozita után először rendezték Perényben. Biztos, hogy nem a helyszín a meghatározó. Szerintem a vendégek a hangulat miatt jönnek, és a jó társaság miatt. Aki egyszer megtapasztalja ezt a vidámságot, ezt a hangulatot, akkor biztos visszavágyik. A jó barátok hoznak ide vissza, meg a társaság. Ezt szeretjük, a zenét, de a társaságot leginkább. Ausztráliából származok, Sydneyből, kengúról tánccsoportba táncoltam, széki férjem van, és együtt járunk ide a családra. 11. bal, és mi 10-szer voltunk, egyet hagytunk ki, egyetlen egyet. És annak idején is elmondtam, hogy ez a legjobb, ami most van, mert ez most van. Érted? Eddig is jó volt, de ez a legjobb. Szükséges az, hogy lássuk azokat az embereket, akik mindezt szeretik, szeretnek táncolni, énekelni, és szeretik egymást, főleg. Ez a legfontosabb. És ha ilyen közösségeink lesznek, akkor nincsen gond. Idén harmadik alkalommal veszek részt, és hát azért jöttem vissza, mert hát óriási bulinak tartom. Tehát amikor hát a farsang időszakban amúgy is a mulatásról szól a tulajdonképpen az időszak, akkor tulajdonképpen ez azt gondolom egy megfelelő hely és megfelelő zenekarra, megfelelő társasággal ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. A felszállott a páva közép döntőjéig eljutott Kristóf Áronnak eddig csak a szülei, illetve bátyja jártak a viseletes bálba. 13 éves elmúltam, de még más bálban nem voltam. Most fogva még nem járok bálba, de ez egy picit olyan más bál, mivel ez egy közösség, ez egy olyan bál, ahol mindenki viseletben van, és ez egy tök jó dolog. Más ez a bál, mint egy jó bál, vagy egy táncház. Ettől is, meg a muzsikától. Ez a bál azért nagyon jó, mert olyan emberekkel van együtt az ember, akikkel amúgy ritkán találkozik, nagyon minőséges zenére mulathat, nagyon finom étkeket tehet,
és nagyon élvezheti a táncot a kedves párjával. Ezek a fő tényezői. A tánc mellett a sok bolondozásnon meg a rengeteg egyedi tombola is elengedhetetlen tartozéka volt a farsangi mulatságnak, és nem tudom, van-e még olyan bál, ahol mindenki születésnapjáról is megemlékeznek. Jöjjenek a szeptemberiek! Isten hozta az új vendégeket! Szeptemberiek, jó magasra felállva! Egy pohár italra köszöntve egymást! Tohtoročný ples sa mi veľmi páči, keďže už chodím viac ako piaty krát, som tu bola, tak tento ples je výnimočný, pretože je na novom mieste v Perine, kde sa veľmi tešíme so spolu našimi kamarátmi a kde si to tu môžeme veľmi dobre užiť a spolu sa zabávať a zatancovať. Ahaj, sem von egy keresztbe, annyi szar jussak eszedbe. Misi, mitől egyedi ez a bál? Mitől? Ettől. Mert itt vagyunk Abaújba, és akkor ezek az emberek mind az abaújú táncot, a bődi táncot, Bóta Gézát, az abaújú hagyományozéket így felevelítik és táncolják, és spontán improvizálják ezért talán. Ez egy bál, de mégis táncház. És az a csavar benne, hogy viseletbe kell jönni, a viselet egy tartást az embereknek, és akkor amellett azt a kultúrát őrizzük, amit az őseink ránk adtak. A külsőségeiben látványos rendezvény nem csak a szórakozásról szól, hisz az üzenete is egyben a küldetése az, hogy a nemzetben gondolkodást, a hagyományok tiszteletét erősítse. De a lényeg mégiscsak a farsang megélése. Itt a szerkesztőket is megkérdezik a táncosok, tehát ezért ez egy sokkal jobb bál, mint a többi bál. És miért sokkal jobb? Mert itt a szerkesztőknek nem kell dolgozni, hanem a táncosok a szerkesztők. Pontosan. Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett. Találkozunk 2021-ben, február első hétvégén a viszontlátásra.